Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt megjelennek a halak, és utalnak az anyagiakra. A horgony pedig jelenti a munkát. Tehát ez foglalkoztatja őt, a munkája, a hivatása, az anyagi helyzete. Ami a párkapcsolatot illeti, a horgony jelentheti a biztonság érzetét, ahol ő le tud horgonyozni, és a halak jelenthetik az anyagi támogatást, vagy a belső értékeket, hogy te értékes vagy számára, és ezért ő úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. Ez nem csak az érzelmeire utal, hanem itt látható az ő gondolata. Ez foglalkoztatja őt. És hogyan érzi magát? Itt az utak jelentik a döntéseket. Persze lehet egy vágy is, egy közös életút, ami szép, hiszen itt kivirágzik valami. Itt ez a madár jelenti az ő büszke tartását, és a háttérben a lilium virág, a tisztaságot, itt tiszta érzelmekről van szó. Lehet, hogy nem mondja ki, mert megvan ez a büszkesége, és elvárja azt, hogy te közeledj hozzá. És mit fog tenni? Ez a koporsó utalhat a csendre, az ő visszahúzódására, és a kasza elvágja ezt a helyzetet, tehát lesz mozgás, lesznek események. Amit a kasza még jelenthet, hogy ő lezár bizonyos kapcsolatokat, vagy lezárja a múltat, hiszen a koporsónál gyakran a múltról van szó. Amit a kasza még jelenthet, hogy lesznek változások, olyan hirtelen történnek az események, amikor nem is számítasz rá, és közeledik, közli veled, hogy bizonyos dolgokat ő lezárt, vagy nem akar a múltról beszélni. Mi fűz össze benneteket? Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, hogy lesz egy megújulás, mint egy újjászületés, új energia. A kígyó jelentheti az egészségügyi témákat, lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és lezárja ezt a munkahelyet, lesz nála egy munkahelyi változás. Amit a kígyó még jelenthet, egy nő, vagy az ő ex-társnője, vagy egy kolléganő, egy ismerős, de a koporsó azt jelenti, ő lezárja a kapcsolatot ezzel a nővel. Minden olyan hirtelen fog történni, holott a kasza is jelentheti azt, hogy elbúcsúzik ettől a személytől, hiszen a kasza el tudja vágni ezt a kapcsolatot. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!